A bűnbeesés. Miután Jahuá megteremtette a férfit, ezt mondta. Nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzáillő segítőtársat. Akkor Jahuá mély álmot bocsátott Ádámra, ezután kivette Ádám egyik bordáját, és annak helyét begyógyította. Ebből a bordából formálta ki a mindenható az asszonyt, majd odavitte Ádámhoz. Ádám nagyon örült a társának. Boldogan éltek az Édenben. Egyiküket sem zavarta, hogy mesztelenek. Jahuá sokféle vadállatot teremtett, de mindközött a kígyó volt a legravaszabb. Egyszer, amikor Éva sétálgatott a kertben, egy bokorból hirtelen odacsúszott Évához. Megszólította az asszonyt, és ravaszkodni kezdett neki. Te asszony! Csak ugyanazt mondta Jahuá, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem. Az asszony ezt válaszolta gyanútlanul neki. Nem, dehogy! A kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van. Jahuá mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk. De a kígyó, aki végtelenül gonosz volt, így felelt. Ugyan, de hogy fogtok meghalni? A mindenható ezt csak azért mondta, mert jól tudta, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint ő. Ti is el tudjátok majd dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Nézd meg azt a fát, hát nem csodálatos gyümölcsei vannak. Hogyan is halnátok meg tőle? Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet, és megette. Később Ádámnak is adott belőle, de amint Ádám beleharapott a gyümölcsbe, hirtelen, mintha mindkettőjüknek felnyílt volna a szeme, minden másként láttak. Rögtön tudták, hogy nagyon nagy bajt csináltak. Mind a ketten takargatni kezdték magukat fügefa levéllel, mert már szégyelték pucérságukat. Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, Jahuá sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé. De az örökkévaló így kiáltott. Ádám, hol vagy? Meghallottam, hogy jössz! És féltem tőled, mert mesztelen vagyok, ezért elbújtam. Felelte Ádám. De honnan tudod, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak? Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a gyümölcsből. Úgy ettem. Magyarázkodott Ádám. Akkor Jahuá az asszonyhoz fordult. Mit tettél? A kígyó csapott be engem, ezért ettem, mentegetőzött az asszony. A kígyó boldogan csúszkált, hogy sikerült már is tönkretennie Jahuá munkáját. De mindezeknek következménye lett. Így szólt Jahuá a kígyóhoz. Átkozott legyél, mivel ezt tetted. Átkozottabb leszel, mint a többi vadállat. Egész életedben hason csúszva járj, és a föld porát egyed. Majd az asszonyhoz fordult. Mivel nem hallgattál rám, megbüntetlek. Sokat kell dolgoznod. Ezen felül sok gyermeked lesz, őket meg fájdalommal fogod világra hozni. Azután Ádámnak ezt mondta. Parancsoltam neked, hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséből, de te inkább a feleségedre hallgattál, az ő szavának engedtél, és ettél abból a gyümölcsből. Ezért megátkozom a földet miattad. Egész életedben sok bajlódással és fáradtsággal naponta kell művelned, hogy megadja kenyeredet. És végül, egy idő után meghalsz, visszatérsz a földbe, amiből formáztalak. Jahuá állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és feleségének, és abba öltöztette őket. Majd kiűzte őket az édenkertjéből, hogy műveljék a földet, amelyből az ember testét kiformálta.
Miután kiűzte őket az édenkertje elé, kerubokat állított, lángoló karddal, amely minden irányba villogott. Azért állította oda a kerubokat, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.